A Mándoki Kongur István emlékműnél civil szervezetek, magánszemélyek, politikusok mellett az azerbajdzsáni és a kazasztáni nagykövetség is képviseltette magát. A nagykunság fővárosában azon a helyen gyűltünk össze, azok az emberek gyűltek össze, akik emlékeznek az őseikre, emlékeznek azokra az emberekre, akik nem hagyták el a múltat, nem hagyták el az ősöket, nem hagyták el a hagyományt. Most a világnak egy kicsi erőközpontja lett itt Karcagon. 1963 és 1968 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre járt. Már egyetemistaként a kun nyelv emlékek kutatásával foglalkozott. Nem csak a turkológia, a honfoglalás előtti török vonatkozások és a magyar őstörténet is foglalkoztatta. Kiváló nyelvérzékének köszönhetően irodalmi szinten beszélt kazahul, törökül, közel 20 nyelvet, illetve nyelvjárást beszélt. Kun származása okán korán felébredt benne az érdeklődés a törökség iránt. Elmondása szerint az első török nyelvkönyvet Szűcs Sándor múzeumigazgató adta a kezébe, akit egész életében megőrzött szeretetében. Gimnáziumban nem járhatott osztályidegen Kulák édesapja miatt, aki mellesleg sokat zaklattak az 50-es években a Rákosi rendszer helyi privilégiai, és aki korai halálát is ennek köszönhette. Helyette járt a mezőgazdasági technikumba. Szabad idejében gyakran látogatta a Madarasi Szovjet Laktanya katonáit, akik között hamar fellelte a kazak és krimitatár nyelvű kis katonákat. Beutazta az egész türk világot, kutatott Baskíriában és a Volga mentén. Gyűjtéseiről gyakran írt és publikálta Jászkunság című folyóiratban álnéven, Bektúr Andrásként. 1981-ben készült el a Kun nyelv magyarországi emlékei című kandidátusi tudományos értekezése, amely eddigi kutatásainak legfontosabb eredményeit tartalmazza. Mándoki Kongur István úttörő szerepet töltött be a magyar kazak, a magyar-türk kapcsolatok kiépítésében. Munkájának köszönhetően az ország keleti nyitás politikája is felértékelődött, melyben a tudományos, az oktatási és kulturális kapcsolatok is fokozatosan erősödnek a közép-ázsiai térséggel. Többek között az ő megkezdett munkájának is köszönhetjük Karcag, kazak testvéreinkkel való még szorosabb kapcsolatát. 1992. augusztusában, mindössze 48 éves korában az oroszországi Mahacskalában hunyt el. A Kegnesai temetőben helyezték öröknyugaromra, szülővárosa emlékművet állítatott számára, Györfi Sándor szobrász művészalkotása a Györfi István Múzeum mögött áll.